Minden embernek megvan hozzá a joga és a képessége, hogy boldog legyen. Sokan azonban luxusnak tartják ezt, és még csak meg sem adják az esélyt saját maguk számára, hogy boldogok legyenek. A boldogság valójában egy nagyon egyszerű dolog. Csak mi, emberek, szeretjük túlbonyolítani a dolgokat. Ha röviden és velősen szeretnénk megfogalmazni, valahogy így hangzana: elégedett vagyok az életemmel. Ha ezt kissé felboncoljuk, a következő rejtett üzenetek is benne vannak. A jelenről szól. Amikor kijelentjük, hogy elégedettek vagyunk az életünkkel, olyan, mintha arról beszélnénk, ami eddig történt velünk. Pedig valójában a jelenről beszélünk. Arról a pillanatról, amiben épp benne vagyunk. Ugyanakkor utalást tesz a jövőre is, hiszen az is benne van, hogy semmire sincs szükségünk. Elégedettek vagyunk, tehát nincsenek szükségleteink vagy vágyaink, amelyek több-kevesebb frusztrációval töltenének el. Ez érvényes arra is, hogy elégedettek vagyunk azzal, amivel rendelkezünk. Általában az ember nem értékeli azt, amilyen van, hiszen az már megszokott, unalmas, hétköznapi. Kell az új, vágyakozunk valami olyasmi után, ami másnak van, és nekünk nincs. Minden vágy azonban azzal is jár, hogy nem leszünk teljesen boldogok mindaddig, amíg meg nem kapjuk. A gond ezzel csupán az, hogy nem a tárgyaktól és azok birtoklásától leszünk boldogok, hanem attól, ha megtanuljuk függetleníteni magunkat ezektől. Nincsenek elvárásaink. Utolsóként ezt sorolnám ide, hogy a saját elvárásaink azok, amelyek a legtöbb stresszt és frusztrációt okozzák számunkra. Ha képesek vagyunk megtanulni úgy élni, hogy a lehető legkevesebb elvárásunk legyen, sokkal közelebb kerülünk a felhőtlenül boldog élethez. Sikert és boldogságot!